Sziasztok! Itt vagyok Török Bálinton jelenleg. Most szálltam le a vonatról itt a megállóhelyen. Hát látjátok, sima szélsőpedondos megálló. Na most nap is kisütött. Az előbb be volt borulva, hát így próbáljon valaki fényviszonyt állítani. Hogy beállítani a fényképezőt meg a kamerát. És szerintem ott fogok majd lemenni. A Török Bálinti hévet próbálom majd bejárni. Yeah, spotter bicikli is itt van. Úgyhogy ami biztos, hogy megvan még, az a régi állomás épület a végállomáson. Azt hiszem, hogy kocsmaként üzemel, de ki fog derülni, ha odaérek. Hogy egyébként milyen nyomot fogok találni, hát az majd meglátjuk. Hát szerintem túl sok mindenre nem számítok, mert nagyon régóta felletted, és egy része be is épült, nem is lehet rendesen bejárni, mert ugye egy autópálya is kinőtt a nyomvonalra, úgyhogy nem lesz egy egyszerű, de hát reményem szerint azért Kamara erdőig el fogok jutni. Különböző úton, módon. Nem tudom a nyomvonalat végigkövetni, mondom, mert ugye az autópálya ráépült, azt már nem lehet akárhol keresztezni, de hát haladunk, és mondjam, megnézem a térképet, hogy merre kéne menni. És a hívnek a története az itt meg is van, a MÁV állomásról is írnak. És itt van a, amiért jöttünk, a Török Bálinti év története. Van, hogy 1963. január 1-én szűnt meg, akkor kezdték az autópályát építeni. Sékét már 1950-es években átvette az FVV az üzemeltetését, és onnastól kezdve ugye 41-es villamosként ment, és hát onnastól kezdve villamosat. Ugye látjátok, hogy azért hatalmas egy kerülővel jött Török Bálintra, meg 55 perc volt a menetidő, hát ez már 1960 környékén is elég sok volt. Ez is közre játszott a megszüntetésében, mert ugye ez busszal már akkor is gyorsabb volt. És itt van a térkép is, hogy merre felement, tehát itt jó felemegyünk. Sajtok, megérkeztem, itt van a hív végállomás, emléktáblája itt is van, és látok még két korabeli kép is van. Tehát jól látszik az épület, amit mindjárt megmutatok, ott van a melléképület is. És még a, nézd, a motorkocsik, plusz igen, itt már a villamosok is. Hatalmas. És ugyanígy itt van a hívnak a története is. Na mindjárt meg is mutatom magát az épületet. Nagyjából ennyi maradt a hívről. Bár ott korábban ott láttam egy valamelyik agyarványkért azért felsőzítartó oszlopot még, azt majd igyekszem megmutatni. GPS koordinátákat elmentettem, majd visszafele videót csinálok róla. És igen, ezt néztek, ez a régi hívállomás épülete, és itt voltak előtte a sinek. Így ez a régi képen nagyon jól látszik, de hát az a mai fentőpontus képet elé már nem tudok belinkelni, mert 1965-ös képek vannak, amikor már régen fel volt szedve itt minden az autópálya miatt. És most éppen egy bicikli volt van benne, ez a Tutto bicikli, látjátok itt vannak előtte. Nem baj, megérdemlik a reklámot. És a hév épületes nagyon lehet már így ráismerni. Végre elment az autó, akkor így meg tudom mutatni, és ott van az a melléképed, és az viszont kocsma. És úgy látom, nyitva is van, úgyhogy ide majd be fogok térni. Végállomás kocsma. Ez pedig egy bicikli volt. Szerintem akkor itt volt egy, sőt az adtam, az meg is van még az a kiugró előtető, akkor azt meghagyták. És egyből persze, hogy feltámadt a szél, mert mikor máskor, mikor éppen videózok, és pont arra. Na remélem, hogy a szél az nem fog nagyon bekavarni. És ezek szerint ma térkép azt meg azt mutatta, hogy ilyen szakasz, mint a túloldalt ment volna a hív, de hát lehet, hogy itt menet közben itt valahol átjött, nem biztos, hogy pontosan van berajzolva arra a térképre. De szerintem itt ment végig egyébként ezen az oldalon. Nekem olyan azt mondja, de majd itt fogok visszamenni, mert ezen az oldalon jöttem, mert a térkép ott jelölte, de megpróbálok majd erre menni, és akkor meglátjuk, hogy ott találok-e valami nyomát. Egyébként itt volt a töltés, meg a vágány, mert mindenhőttünk, hát itt nagyjából ott, ahol a sörsátornak a vége, ott volt egy felsvetítartó oszlop, ahol két oldalt itt ki volt húzva a drót, és itt meg voltak a sinek. Ott az egyik, itt meg a másik. De volt itt, és aztán nem csak egy vágány, vagy nem csak két vágány volt itt, hanem legalább három, tehát még ott az épület mellett is volt egy. De hát ezt majd vágok be itt a régi képeket, akkor majd kiderül. És egy két hol a melléképület, de ezzel viszont látszik a hív jellegű védel, tehát ott azt azért a padlásnál a vakolat díszeket, meg ott azt a szellőzőt, de azt megvettek eredeti állapotába. Tehát ez a tipikus hívszabvány épület. És itt volt az a kiugatető, ott volt valószínűleg a jegypénztár. Itt volt valami iroda, és az is megmaradt. És ez a része meg már kocsma, úgyhogy ezt meg is fogjuk nézni.
És itt van a másik retro dolog, egy telefonfülke, hát ilyet sem látni manapság már sok helyen. És ráadásul nem is akármilyen telefonfülke, ez telefonkártyás, tehát nem is tudom, mikor látom utána a telefonkártyát. Mondjuk látni éppen bármikor láthatok, mert van nekem, mint retro gyűjtő, de mikor használtam utoljára, azt meg nem tudnám mondani. Ez egy kártyás telefon, tehát nem is apró pénzzel működik. És régebben itt még volt egy telefonkönyvtartó is a fülkébe, de hát azt gondolom, hogy már nem, hát ez mi? Elhasznált kártyák gyűjtője, nem áll, hogy még ilyen is van. Hát mondjuk, működni nem működik, mert tárcsalangot nem ad. Hát akkor lehet, hogy ez... És már még ott van még a telefonszáma is. Megpróbálom felhívni, és ki lehet kiderül, hogy kicsönge. Ilyet is ezer évet csináltam utoljára. Fülkésre van, hogy vonalas telefonszámot felhívom, az első fülke. 420. 420 és 409. Ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Hát pedig ez most jó. Ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Kérjük ellenőrizze a hívott számot. Hát akkor ez egy deaktivált fülke. Igen, mert tárcsalangot akkor is adnia kéne, hogy nem teszek bele kártyát, ingyenes számokat lehet vele hívni. Ezt nézzétek, közben megittam egy sört itt a kajáda részén, vagy hát ami a mesépedben van, és itt van a másik része, ez lakóház továbbra is, de most éppen eladó. És így látjátok, hogy valaki esetleg egy volt hév végállomásba akar költözni, az most megteheti. És egészen eddig tartott. Mindjárt megnézzük még errefele. Nagyjából ennyire látszik. Még itt a kerítés mögött. De ez volt a hívvégállomás. És akkor nyilván a vágányok azok valahol itt mentek. Hát ennek itt már semmi nyoma, itt rendbe tették a környéket is. De hát majd elindulok erre, aztán meglátjuk, amit találok. Hát igen, erről jöttünk. És innen menne tovább a... És itt nem nagyon lehet követni, úgy látom. Én megpróbálok kicsit közelebb menni, de valahol itt ment. Na és valahol itt mehetett a vonal, akkor ezek szerint mégiscsak. Valószínűleg itt, ahol ez az állat, meg a többi van, itt volt valahol a töltés. És valahol lesz egy szakasz, ahol majd átmegy a túloldalra. De hát itt már valószínűleg semmi nyomát nem lehet találni. És itt megyünk. Szóval ott egy kicsivel odébb azért még ott voltak felsővezetéktartó oszlopok. Azt megkeresni. És akkor ott van. Két felső vezetéktartó oszlop. És valószínűleg itt mentek a sinek, mert ez így még stimmelne is a hévvégállomásnál. És szerintem itt még volt is egy megálló. Mert ugye a megállók listája már megvan, közben 252-es éppen befordul. De hát azokból már semmi nyom nem maradt. Az felesleges lenne mindenhol megállni és keresgélni, mert nem találunk semmit, plusz a kilométer táblázat sincsen meg, hogy pontosan melyik hányadik kilométernél volt, így meg még nehezebb. Szóval itt van az egyik oszlop ez. Ez biztos, hogy még a hévvonalnak az oszlopa volt, és hát ugye újra hasznosították, most villanyvezeték, meg kábel, tévé, meg egyebek mennek rajta. És egy picivel arrébb ott a következő. És valószínűleg ez az egyetlen ugye tárgyi emléke van a végállomás épületen kívül. Ez itt például, ez a másik oszlop. És ez is még végeredeti lehet. Sajnos feliratot nem látok rajta. Ezt még virágtartóként is használják. De hát igen, ez a két oszlop valamiért megmaradt. És ezt nézzétek, megmaradt még egy oszlop. Hát biztos, hogy van valahol itt ment, itt az út mellett, vagy akkor hát, ez az út még nem is volt itt. És akkor itt ment valahol. És itt már egy vágányú volt, mert ugye két vágányúnak épült ki a vonal, viszont a második vágányt azt így a második világháború közben, vagy után, vagy valamikor ott felszedték, mert kellett máshova. Úgy járt, mint a Rákosszentmihályi hév második vágánya. Úgyhogy valahol szerintem itt lehetett. Próbáljuk követni, amennyire lehet. És majd eljutunk egy pontra, ahol
gyalújáron lehet átmenni az autópálya alatt, és addig lehet nyomvonalat követni nagyjából. Itt valahol arrafele beljebb volt a nyomvonal, de azt nem lehet ott követni, mert ott eltér a közút, és itt lesz majd az autópálya. Itt kerülő úton erre el tudok menni, és a térkép szerint itt is át lehet menni valahol az autópálya alatt, hát remélhetőleg úgy lesz, mert azt a részét már korábban felvettem, ahol ugye ott a másik oldalt lehet követni a pályáig, most utána már a budaörsi oldalra kéne átjutni valahogy. Úgyhogy egyébként még valahogy át kéne vergődni az autópálya alatt. Szóval a vasút az valahol itt jött, és itt a Vasút utcát követve ment az autópálya fele. Hát valahol itt épült be a környék, és itt haladunk a pályához. Ugye megnézzük, mert itt azért sok nyomát nem látom, de a térkép szerint is valahogy kell lenni, ugye megpróbál megmutatni. Látszik a kék nyíl, hogy ott vagyok, és akkor itt elvég ezt az utcát itt keresztezte valahol, és ment az autópálya felé, tehát valahol itt volt, és itt kellett volna lenni a töltésnek is, de hát ugye hát már több mint 50 éve megszüntették, hát persze, hogy nem sok minden maradt belőle. Ezt így amikor 1963 és 66 között megszüntették, amikor ide épült az autópálya, akkor simán elvágták a töltést és felszedték a sineket, úgyhogy ebből már nem sok maradt. És nem is lehet követni. De valahol itt jött, és a második vágányt már jóval korábban felszedték. Tehát ott arrafele ott már az autópálya van. Ez egy egész jó minőségű bicikliút. És hát nem biztos, hogy csak bicikliút, de legalább biciklivel is lehet rajta menni. És hát, ha minden igaz, itt valahol át lehet menni az autópálya alatt. Aha, ott van, jó. Akkor probléma letudva. És hát ez még csak a vasút. És akkor ez lehet, hogy ez volt a hévnek az aluljárója, mert a hév az, hogy a nagy vasutat azt egy aluljáron keresztezte. Hát akkor ez lehet, hogy a hévé volt. Ezt meg kell nézni a térképen, de lehet, hogy most megint visszajutottam ide a hév nyomvonalára. Hú, és ott meg úgy látom, hogy emelkedő lesz, tehát akkor az autópályát nem is alulról, hanem felülről fogjuk keresztezni. Még érdekes, mert ha meg itt jött át, akkor rosszul van lerajzolva, akkor a térkép rosszul van lerajzolva. Itt az egyes vasútvonal, ott az autópálya. Itt pedig egy földút, ami ki tudja, hogy merre megy. De hát most már mindegy, valameddig elmegyek rajta, aztán remélhetőleg, hogy sikerül Budaörsig eljutni. Na, tovább sikerült az autópálya túloldalára átjutni. És itt látjátok a rajzon is, hogy na, megint sikerült elnyomni. Aha, tehát itt vagyunk a túloldalt, és itt a Baros utcán mentén ment, majd ugye mutatom, hogy hol itt jobb oldalt. És később a körforgalom után ott itt mellette bicikliút is épült, de az nem a töltés helyén megy, ha lehet ennek hinni, mert az a másik oldalt ment. És majd mindjárt megmutatom, hogy meddig vágták vissza, mert ugye ez már a pálya túloldala. De hogy menjünk tovább. Na tehát így valahol így jött, bár akkor ez a környék még nem volt ennyire beépítve. És az ott, hát ott, bár nem töltés maradvány, de annak is lehetne nézni, de nem az. És itt az utcának a másik oldalán ment, de hát én most ott a járdán fogok menni, mert csak ott van hely. Aztán majd lesz egy körforgalom, ahonnan már bicikliút van. Ugye most is arról jöttem ide, mert meg kellett kerülni itt a túloldalt. Csak egy felüljáron lehetett az autópályán átjönni, ezért egy darabig ott a túloldalt kellett ilyen hatalmas nagy susnyásba menni. De hát arról nem csináltam videót, ott örültem, hogy kivergődtem, ott a sinek mellett volt egy földút, és ott ilyen susnyáson ott lehetett eljönni. Akkor itt valahol a túloldalt ment, ott a susnyásba. Ott arra. Ott egyébként lehet, hogy ott a gazda még töltés maradványokat lehetne találni, de hát azt lehetetlenség végig járni. De ott a túloldalt ment a vágány valahol. De hát mondom, hogy ezt a szakaszt már 1963 után felszedték. Egyszerűen elvágták, majd mondhatom, ott a
Nagyjából a mostani Tesco parkolónál ott volt egy hurok végállomása, és addig még a 41-es villamos is kiállt fénykorában, 1977-ig. Akkor szűnt meg végleg, akkor vágták vissza Kamara erdőig. De erről majd beszélek arról, hogy hol értünk. Szerintem itt le van nyírva a gaz, de hát látszik a töltés, meg semmi nem látszik már, hát ezt teljesen eltakarították. És akkor nagyjából ott mentem túloldalt valahol a töltés. Hát valószínűleg a házak helyén is valamennyire. Vagy az út helyén, lehet, akkor még az út sem volt meg, de valahol itt jelzi. De az biztos, hogy hát legalábbis ha lehet hinni itt a bejelölt rajznak, amit az elveszett sínek Magyarországáról szedtem le, akkor nem itt, ahol most megyek a bicikli úton, hanem ott az útnak a túloldalán volt a töltés. Hát, ezt így már nehéz megállapítani, de hát esetleg én most itt tudok menni, ugye itt van bicikli út, úgyhogy itt én sokáig még itt egyenesen ment, és majd ott a bevásárlóközpontok helyénél, bár akkor az ott csak egy ilyen üres préri volt. Vannak róla képek, mikor ott fordul a villamos. És ami még érdekesség, hogy a végállomásnak az volt a neve, hogy Budaörsmáv állomás, pedig hát a vasút állomása az nem egészen ott van, mert a nagy vasút alatt egy aluljáron átjött, és ugye onnan ment a 88-as busz tovább, akkor még, hogy Budaörség ugye behozta utasokat a villamos, és onnan a 88-as busszal lehetett tovább utazni. És hát itt vagyunk. Valahol itt volt a 41-es villamosnak a hurokvágánya. Ugye itt már amikor visszavágták a hévet, akkor mind 41-es villamos maradt meg, és valahol itt ezen a placon volt egy hurokvágány, és itt fordult meg. Erről vannak képek. Itt még a háttérben látszanak a budaörs házai. Mert nyilván akkor még itt a bevásárló komplexum, ez nem volt itt, hanem itt egy gyakorlatilag egy üres préri volt. Úgyhogy ott előtte meg az épülő autópálya. És ugye Budaörs Mávállomás volt a fordulónak a neve, vagy itt a végállomása, viszont a Mávállomás az messzebb van, az ott arra lefele van. De hát ugye gyakorlatilag ennyit innen még lehet képeket találni. És egyet hamsternek az oldalán van is, majd vágok be ide egy párat. És hát innen már itt ment tovább a villamos, ugye errefele, hogy Kamara erdőig, és egy aluljárón átment a vasút alatt, és gyakorlatilag befordult a Kamara erdei végállomásig, ahol ugye most is végállomásozik a 41-es. Ez 1977-ben történt, hogy visszavágták eddig. Hát nyilván nem gondolták akkor még, hogy itt lesz bármi is, amiért érdemes meghagyni eddig, de hát hogyha még ha tudták volna, hogy itt egy bevásárló komplexum ki fog épülni, tehát most már lenne utasa a villamosnak, akkor viszont már nem volt, már innen tényleg a 88-as busszal lehetett tovább utazni, és itt volt a vége. Tehát akkor még akár azt is lehet mondani, hogy egy logikus döntés volt, hogy visszavágták Kamara erdőig, bár Kamara erdő se egy tipikus végállomás, csak ott volt Budapest közigazgatási határa, és akkoriban az volt az irányelv, meg hát rendelet, hogy villamos Budapest közigazgatási határát nem hagyhatja el, mert csak. Tehát, hogy nem is kész. Meg a 43-as villamos is ezért vágták vissza, pont a mostani budafoki végállomásig. Ugye 47-esek a végállomásáig. Pedig ott még azért ott az nem volt kihasználatlan kijepja, meg ott inkább arra fogták, hogy szembe ment a forgalommal és baleset veszélyes. Hát akkor ennyi, hát itt akkor még tovább tudok errefele menni, itt követni a villamos vonalát. Aztán majd meglátjuk, hogy hova jutunk. Remélhetőleg Kamara erdőig, előbb-utóbb Kamara erdőre. Fáradok már, látszik. Látjátok, van ám egy kis ellentmondás, mert ez a két szaggatott vonal az OpenStreetMap szerint ment itt a hév, a piros pedig ugye azt jelzi, hogy a túloldalt van, tehát szerintem nem tudom megbízható, tehát szerintem ez hitelesebb ez a szaggatott, szerintem csak rosszul rajzolták be, úgyhogy itt egyenesen végig tudok menni remélhetőleg. Követve az ívet, és itt van az, ahol a aluljárón átmegy a vasút alatt, és remélhetőleg végig tudom követni Kamara erdőig. És akkor lássátok, feleim, itt ment át a hév annó. Budaörsi, Török-Bálinti villamos hév, többi, ezen az aluljárón ment át a vasút alatt. A felettünk az egyes vasútvonal, egyébként az előbb ment át egy föld, csak akkor nem kapcsoltam be a kamerát.
azóta kibővült az aluljáró egy-egy gyalogos résszel, de villamos az itt ment át a szélesebben. Hú, hát ez már akkor most bejöttünk ide, de itt legalább át lehet jönni. És itt fordult el kicsit később Kamara erdő felé. Mindjárt azt is megnézzük. Egyébként ott mutatja a nyíl is a kereszttáblán. Jaj, nem erre kellett volna jönni. Nem, és már mindegy. És itt vagyunk a Nádas utcán. Valahol itt ment a nyíl. Pont ezen a részen, ahol most megyek. És valahol lefordult Kamara erdő fele. Azt kéne megtalálni. Szerintem itt a következőnél lesz valahol. De az a baj, hogy ahhoz, hogy a térképet megnézzem, meg kéne álljak. Hát az út az csak erre vezetett, úgyhogy valahol itt kéne lennie, de mondjuk hát azóta be is épületett a terület, nem biztos, hogy jó fele jövök. Én meglátjuk. És megvagyunk. Ez itt egy kettétört betonalj, és bizony itt. Itt ment a vágány, és így fordult fel a Nádas utca fele. Itt. És itt lesz egyébként, egy kicsit tovább megyünk. Akkor is tudom nektek mutatni. Ezek a jó kis utak. Próbálva tesszük a stabilizátort, de egyébként ott van a vágány vége, mindjárt. Ez a rész is ott a túloldalt, már ott a fák között látszik is, hogy bent áll egy tátra. Úgyhogy ez már a Kamara erdei, de akkor elmélyegesek, ott folytatom. És itt vagyunk. Eddig hagyták meg a 41-es villamost. 1977 óta ez a végállomása. És hát akkor jelünk. Pont benne áll egy tátra. Mindjárt érkezik még egy, úgy látom, és hát akkor utunk végére értünk, ez a végállomás. 41-es villamos Kamara erdő. De most jó kérdés, hogy menjek tovább. Hogy menjek itt biciklivel végig itt a villamos mentén, vagy menjek itt majd a repülőtérnél ki, és akkor ott kelem földfele. Hát ezt majd még eldöntöm. Hát akkor ez a kis túra ennyi lett volna. Jó koszos a lencse, mindegy most már. Erről az áról most így is jó lesz, úgyhogy köszi, hogy megnéztétek, majd a következő vonalbejárásnál találkozunk ismét. Ez egy elég érdekes vonalbejárás volt, igaz, hogy sok emléket nem találtunk, viszont elég nagy gazba kellett menni. Mert hát végülis az állomás épület megvolt, meg a két felsőzőtől tartóztuk, és nagyjából ennyi nyoma maradt az egész Örök Bálinti hívnek. Úgyhogy akkor köszi, hogy megnéztétek, sziasztok!